Az oltalomszeretett szolgálatnál a tél mindig egy intenzív időszak. A hideg idő miatt az intézmény krízis ellátást biztosít a rászorulóknak, hogy lehetőség szerint senkinek ne kelljen az utcán tölteni a hideg hónapokat. A téli időszakban az intézmény napi szintű ellátási létszáma körülbelül 490 fő. Az oltalomház munkatársainak fontos, hogy a testi, fizikai ellátáson túl a karácsonyt emberivé, ünnepelhetővé tegyék. Az intézmény lakói és ellátottai közös karácsonyi programmal és zenés műsorra készülnek a karácsonyra. Mindig részlegenként tartjuk a karácsonyi ünnepséget, és a részlegek mindig készülnek ezekre a karácsonyi ünnepségekre. A bent lakók vagy az ellátottaink állítanak össze műsort, és hát én ezt minden évben elég komoly belső megrendüléssel hallgatom végig, mert hát nem arról szól ez a történet, hogy mi adunk nekik, hanem ők fogalmaznak, meg ők mondanak a karácsonyi ünnep kapcsán el olyan gondolatokat saját szavaikkal, vagy különböző zeneszámokkal, költői versekkel, amelyek számunkra úgymond polgári körülmények között élők számára is hasznos és tanulságos lehet, tehát tanulni lehet tőlük ebből a szempontból is nagyon sokat. Sokan úgy gondolják, hogy a hajléktalan, illetve az oltalomházban élő emberek életében a családi és ünnepi eseményeket a hétköznapi emberekéhez hasonlóvá kell varázsolni. Azonban Laborci Géza szerint nem biztos, hogy illúziókat kell táplálni, hiszen ez az életkörülmény más, és éppen ebben a másságban van a szépsége. Ebből a másságból viszont olyan értékek születnek, amelyek nagyon fontosak. Tehát van egy csapat, akik karácsonytáján mindig összeállnak zenélni. Ezek ilyen csiszolatlan gyémántok. Számukra ez jelenti a közösséget. És ez nagyon fontos, hogy ők ebben megtalálják a saját maguk identitását, a saját maguk örömét, és megtalálják azt, hogy mit jelent ajándékozni, adni másoknak, hogy ahogy szokták mondani, jónak lenni jó. Sándor 30 éve lakik az intézményben, tulajdonképpen itt nevelkedett. Jelenleg egy országos mintaprogram keretein belül a nyíregyházi oltalomszeretett szolgálatnál dolgozik. Számára a segítségnyújtás és az ajándékozás társai felé nem csak az ünnepkor fontos. Nem csak karácsonykor adjuk meg a szeretet egyébként, tehát ez mindennapos, ez a szeretet nálunk, és odafigyelünk, törődünk egymással, akit tudunk, megajándékozunk, nem csak a szeretteinket, akik tényleg szükségállapotban vannak, tehát odafigyelünk egymásra. A hajléktalanok otthonában karácsonyi műsort is szerveznek. Az oltalomszeretett szolgálat Rákóczi utcai intézményében december 18-án ünnepelnek majd.